Na, ezek a srácok a szószoros értelmében nem bánnak kesztyűs kézzel az ellenfeleikkel. Az FTC ökölvívó szakosztályának edzésén szállnak a jobb és a bal horgok, a felütések, a sportolók folyamatos ugrálásába és sebességébe, a riporter és az operatőr is beleszédül. A fiatalok az ifjúsági világ és Európa bajnok, Bedák Pál kezei alatt tanulhatják meg a profipox csinyát, bínyát. Kovács Bertalan egy svédországi nemzetközi tornán villanthatta meg az oroszlán körmeit. A bátyáim, testvéreim, ők boxolók voltak, és így lekeveredtem én is az edzőterembe. Aztán 9 éves korom óta így benne vagyok a sportban. A most 17 éves ökölvívó 9 évesen kezdte el a sportot, tehetségét pedig a Fradiban csiszolja tovább. Egymás után pipálhatta ki eddigi céljait, a fejlődése töretlen. Magyar bajnok szerettem volna lenni, az ugye be is teljesült, aztán Budapest bajnok lettem, válogatott lettem, hál' Istennek, szóval így jöttek, hál' Istennek az eredmények. Amire vártam, az beteljesült, úgy nagyjából még. Bedák Pál mellett Szabó Egon, valamint a korábbi váltósúlyú világbajnok szakosztályunk vezetője, Kótai Mihály foglalkozik a fiatalokkal. Ugye három, csak ugye az edző, vagyis a harmadik az sajnos nem edző minket, csak így edzés előtt. De ugye két remek edző van itt, ugye a Pimpa és az Egon. Nagyon szeretek velük dolgozni, ugye. Meg hát felkészítenek remekül minden versenyre, támogatnak bennünket. Megkapunk mindent, amire szükségünk van. Kozák Kevin április végén az ifjúsági Európa-bajnokságon tehetett szert fontos tapasztalatokra 54 kg-ban az örményországi Jerevánban. Kovács Bertalanhoz hasonlóan ő is remekül érzi magát az FTC-ben. Én úgy kezdtem el boxolni, hogy az unokabátyám sportoló volt, boxoló, és ő elment egy edzésre, és tartottam vele, és megtetszett ez a sport, és ott ragadtam. 15. kerületbe kezdtem az ökölvívást, Szabó Egon az edzőm, és ő átjött ide a Ferencvárosba, és jöttünk vele, és azóta így itt vagyunk. Hát egy kicsit izgultam az elején, de jók itt az edzések nagyon, jók az edzők, jó itt minden adott, nagyon családias itt a hangulat. Ha valaki készül versenyre, húzzuk egymást, meg beszélgetünk edzések után. Jó a csapat, jók az edzők. Önnélkülük nem tartanánk ott az edzők nélkül, ahol most vagyunk. Kevin esetében külön felemelő érzés lehet, hogy példaképeitől tanulhat nap mint nap. Hát ez nagyon jó érzést ad, hogy ebben a három edzővel edzhetünk, és olyan dolgokat mutathatnak nekünk, amiket még nem tudunk, és amiket majd tudunk a meccsen alkalmazni. Van esetleg mondjuk személyes példaképet? Hát az edzőim. Pedák Pál, Kótai Misi és Szabó Egon. Ők három. Két tehetséges, sikerre éhes sportoló, ki tudja, lehet, hogy a közeljövő Bedák Pálját, Szabó Egonját, vagy éppen Kótai Mihályát láthatjuk Bertalanban és Kevinben. Hajrá, srácok! Gondosan rendezgetjük. Aprólékosan ellenőrzünk mindent. Odafigyelünk még a legkisebb részletekre is. Frissességfelelősként számunkra igazán fontos, hogy zöldség és gyümölcs kínálatunk minden nap fantasztikusan friss legyen. Olyan, amilyennek a vásárlóink szeretik. Várja Önt a Lidl, a kétszeres év zöldség és gyümölcskereskedője. Lidl, minden jót, jó áron.